No, mi pedig folytatjuk a következő programunkkal, ami nem más lesz, mint az Anime Duma Party. Úgyhogy akik érdeklődnek az animék iránt és az újdonságok iránt, illetve az elemzések iránt, mindenképpen érdemes itt maradni. Az Anime Duma Party az elmúlt év kiemelkedően jól sikerült a hazai anime premierek szempontjából. Mind a mozi, mind a fesztivál közönség nem csak jó, de új filmeket is láthatott a vásznon. Ennek kapcsán ezen az Anime Duma Partyn fogják a résztvevők átbeszélni a legfontosabb animefilm rendezőket, akiknek a műveire nem csak Japán, hanem a nemzetközi sajtó is felfigyelt. Miyazaki Hayao, Shinkai Makoto, Hosoda Mamoru, Yuasaka Masaki, Kon Satoshi, Yamada Naoko, valamint Okada Mari munkásságát, stílusát, hasonlóságaikat és különbségeiket emelik ki elsősorban. Fogadjátok őket sok szeretettel az Anime Magazinnak a szerkesztői, tagjai, résztvevői. Napközben ők el. Na, mindjárt kihozom én őket. Haha. Sziasztok! Ez itt a Anime Duma Party, és az a résztvevőink Katrin az Anime Magazin főszerkesztője, Lilla az Anime Magazin cikkírója, illetve Dózsa Gergő a Mondó Magazin cikkírója és rendszeres előadó Japán és Korea történelméről, és valamiért K-pop van. És a mai témánk a híres anime rendezők, híres alkotásaik. Nem minden híres rendezőt tudtunk beleszuszakolni, valaki fog fájóan hiányozni, illetve hát azokat se vettük be, akiknek mondjuk csak egy-egy nagyon jól sikerült művük sikerült az a pályafutásuk során. És lapozok. És az első rendező ki más lenne, mint Miyazaki Hayao, ugye Oscar-díjas és Golden Globe-díjas rendező, a Ghibli stúdió társalapítója, és hát úgy minden jelentősebb művet ő rendezett. Szóval, mi az aki? Melyik a kedvenc filmetek tőle? Nekem a Vándorló Palota a kedvencem, utána a Macskák Királysága, és az, ami a legkevésbé tetszett, az pedig a most aktuális A fiú és a gém. Katalin? Hát a személyes kedvencem az a Totoro, mert nagyon aranyos, kedves filmnek tartom. Egyébként tényleg én is szeretem a Vándorló Palotát, meg a, hogy kiemeljek az új művei közül, az a Kazeta Chinu. Szerintem az egy nagyon fontos, meghatározó alkotás volt, jól érződött úgy az egész pályafutása, mi az, akinek az inkább volt számomra elköszönő filmje, mint ez a mostani, aztán ki tudja, hogy még persze mi van a tarsójában. De a Kazeta Chinut sajnáltam, hogy ez nem kapott díjat, mert mind látványilag, mind drámailag, történelmileg nekem az egy komolyabb alkotás volt. A legrosszabb tőle, hát nem vagyok én se elégedett ezzel a szürkegémmel, még párszor szerintem beszélni fogunk itt most róla, de nem mondanám ezt a leggyengébbnek. Úgy emlékszem, hogy a Ponyó az még kevésbé tetszett. Az is ugyanolyan aranyos kis gyerekfilm, mint a Totoro, de valahogy ott kevés volt számomra. Hát nekem inkább a felnőttesebb témájú animéi tetszettek, tehát nekem inkább a Nausicaa, vagy akár a Porco Rosso, hogy ne csak ugyanazokat emlegessem, mint itt a kollégák. És hát nekem is az új az nem a szívem csücske, maradjunk így finom hangolásban, hogy a fiú és a szürkegém az szerintem nem a legjobb alkotása. Bár az utolsó véleménycikkünkben, hát ott is a Mondónál nálunk többségnek nem tetszett, de azért volt, akinek szimpatikus volt. Amire talán lehetne térni, hogy szerintem ez egy ommás. Tehát ilyen, annyi olyan szimbólum van az új filmben, ami utalás a korábbi alkotásaira, tehát ha valaki látta a korábbi műveit, akkor az egyértelműen látja azt, hogy jé, ez a karakter ebben a filmben volt benne, jé, az a karakter abban a filmben volt benne, és ez milyen tök jó, meg milyen tök cuki, de ugye a sztori vezetése az nekem annyira nem jött be. Tehát nem éreztem a végén katarzist.
Ugye a fiú és a szürke gém azt adják a mozik. Ki látta? Ne várjatok meg film a kicsit műsor kevesen után. A közönség arányához képest szerintem egy picit kevesen. Szerencsére még játsszák a mozik, még el lehet rá menni. Lehet menni. Bár az tény, az már csak az ilyen stúdiótermekbe megy, tehát hogyha valaki most akarja megnézni, akkor már nagyon ilyen 30-40 fős termekben nyomják. Nyilván már lecsengett. Köszönhetően például annak, hogy premier előtt 40, kvázi egy hónapon át folyamatosan játszották, exkluzív premier vetítések keretén belül. Mi az, akinek vannak olyan filmei, amik inkább a fiatalabbakat célozzák meg, mint a Kiki, a Ponyó vagy a Totoro. Szóval vannak, amik inkább kimondottan felnőttesebb témákkal foglalkozik, mint a Porkó, Rosszó vagy a Széltámad. Mi az, akit szerintetek hova fogja inkább későbbi utókor sorolni? Hogy inkább felnőttesebb, vagy inkább a... Én azt mondanám, hogy ő ilyen családi. Tehát, hogy ilyen több generációt le tud ültetni egyszerre. Tudja egy kisgyerek élvezni, az anyukája, vagy egy idősebb nővér. Tehát, hogy én nem annyira gyerekesnek mondanám, persze vannak ilyen művelei is, de őt én inkább egy ilyen családi filmek. Igen, a drámai alkotásai ellenére, vagy a felnőttesebb alkotásai ellenére úgy fog megmaradni szerintem is, hogy a vegyes alkotó nem egyik felé vagy másik felé húzva, hanem hogy mi az, aki mindent lefedett, vagy mindent is, de főleg ebbe a családi kategóriába tényleg, tehát hogy az egész család számára alkot mozit. Most a kazettacsony, amit én mondtam példának, a Széltámad, az ugye pont egy ilyen már felnőttesebb filmje, ez is egy kicsit kilóg ebbe az irányba, a másik irányba a Ponyó. Viszont ha most megnézzük ezt a szürke gémet, a fiú és a szürke gémet, akkor az is kifejezetten, ahogy Gergő is mondta, a korábbi rajongóinak szól, meg az animeiparos munkatársainak szól az a film, meg saját magának szól, de működik annyira kis kalandfilmként, hogy egy gyerek elnézegeti. Nincs nagy katarzis, konklúzia a végén, vagyis hát van konklúzia a végén, de nincs egy katarzis a végén, nincs egy nagy íve vagy impaktja a filmnek, de gyerekfilmként vagy kalandfilmként működhet. Nem annak készült, de működhet. Én is azt írtam fel magamnak itt a jegyzetbe, hogy amit Kati is mondott, hogy egy abszolút vegyes kép alakul ki szerintem róla. Tehát ugye vannak a kifejezetten inkább szerintem gyerekfilmeknek mondható alkotásai, amiben ugye egyszerűbb a mondani való. Nem is feltétlenül mindig jó a sztori vezetése. Tehát Kati nagyon szereti a Totorót, én kevésbé. Tehát Totoro rendkívül cuki, ami tök jó egy kisgyereknek, de mondjuk egy felnőttnek nem biztos, hogy annyira izgalmas lesz. És igazából én azt éreztem, most maradva ennél a példánál, hogy nem érünk el A pontból B-be, hanem hogy így kapunk tök jó cuki jeleneteket, élénk színekkel, vagy legalábbis ilyen világosabb színekkel, és akkor az úgy egy kisebb gyereknek, vagy egy fiatalabb korosztály számára jobb, de szerintem nem biztos, hogy minden felnőtt élvezi. Viszont amit meg a Lila mondott, az inkább a családi jelleget hangsúlyozza, tehát hogy egy szülő le tud ülni a gyerekével, és akkor jó, nézzünk még egy Miyazaki filmet. Viszont mondjuk a komolyabb filmjei meg sokszor reflektálnak ugye egyrészt Miyazakinak az életére is, tehát hogy sok az önéletrajzi elem, de sokszor ugye bejön például a Porkónál ugye az első világháború, olasz fasizmus, stb. Vagy a Széltámadnál ugye ez a japán repülőgép tervezőnek az élete. Tehát szerintem valahol a kettő között lesz az igazság. Lehet azt mondani, hogy egy ilyen kisgyerekkortól, ilyen 3-4 éves Ponyó mondjuk, avval elkezdeni a Miyazaki életutat, és ahogy nő az ember, cseperedik, felnő mindig megtalálni azt az alkotást, ami a saját élethelyzetéhez a legjobban kapcsolódik, hogy most nagyobb fiú vagyok, nagyobb gyerek vagyok, akkor megnéz mondjuk egy Chihirót, tovább növekedni az ember, és akkor már szembe jön mondjuk a Vadon hercegnője, ami... Érdekes egyébként, hogy biztos vagyok benne, hogy a kritikusok most azért is kapták föl az új filmjét, és azért is nyerte meg a Golden Globe-ot, meg talán meg fogja nyerni az Oscart is, mert pont, hogy most meg a kritikusoknak, meg az elemzőknek, a Miyazaki fanoknak
tett végül is le egy olyan művet az asztalra, ami bőven lehet gondolkodni, kérdezősködni akármi. Most nekünk szubjektíven hiába nem tetszett, mert nem tudtuk igazán megszeretni a főszereplőnek a vonalát, vagy a konfliktust, ami a filmben volt, de akkor is olyan, hát kicsit öncélúan, vagy kicsit nagyon öncélúan, de mi az, aki olyan saját érzéseket, véleményeket vitt bele a filmjébe, ami a kritikusoknak ilyen, igen, ez az. Ezt már megint megcsinálta a mester. És hát végül is tényleg mindenkihez tud ezáltal szólni. Mintha az életművének adták volna ezt a Golden Globe-ot, nem is igazán a filmnek. Nem tehetek, hogy nem értitek a filmet. Ez nem az én lelki szegénységemet mutatja. De hogyha már, ugye mi az, akit már itt körbe dicsértük, van esetleg gyenge pontja, amiben mondjuk nem annyira kimagasló vagy, ami ez azt lehetne mondani, hogy még túl van 80-an, de még fejlődhetne még valamiben. Romantika hiánya szinte. Mert végül is a Vándorlópalotában volt, meg nyilván olyan regényt adaptál, amiben volt egy ilyen szál, vagy fontosabb szál, de szinte csak ebben a művében jelenik meg igazán egy ilyen kicsit romantikusabb ív. Azt nem mondom, hogy a többiben nincs ilyen hajlás, vagy férfi, vagy fiú-lány karakterek között ne lehetne még így bármi, de nem ezen van a hangsúly nála, nem a romantikán, nem egy romantikus alkotó, mint ami majd a Shinkai lesz utána, akiről majd beszélünk. Igen, de ugye persze sokszor kislányok a főszereplői, tehát hogy azért ők még olyan korban vannak, amikor még jó, max ilyen kis gyerekszerelem van, valószínűleg ezért is nem jelenik meg annyira a műveiben, mert nem olyanok a témák, amiben ez beleillene. Igen, így van, nem foglalkozik ezzel a témával. Porkon kívül nem rajzolt igazán jó bisit, és ugye az már elhangzott, hogy... Igen, mondhatjuk, hogy hol az egyetlen Bishonen karaktere így a Ghiblinek. Hogy ugye ő volt a Ghiblinek az egyik, a Ghibli stúdiónak az egyik társalapítója, ugye aminek az egyik jellegzetessége volt, hogy csak kézzel készítenek animációs, igen? Csak a Ghiblit, ahogy így megemlítetted, és hogy az elején mondtad, hogy ki fognak maradni rendezők, főleg olyan rendezőkkel foglalkozunk most, akiknek a filmjei most is jöttek a mozikba így az utóbbi egy-két évben, és Takahata Isao, mint másik Ghibli nagy rendező, ő ki fog sajnos maradni a diából, de tényleg fontos őt is megemlíteni, sajnos ugye már nem él, de neki ugye a Szent János Bogarak sírja volt a meghatározó alkotás, vagy a Kaguya Hime. Nekem az a személyes kedvencem tőle, csak így, hogy ha már Ghibli, akkor őt, mint név, még nem maradjon itt ki. És szerintetek kell-e, szükséges egy új mi az, akinek lennie a palettán? Vagy ki fog alakulni egy új rendező, aki nem új mi az, aki lesz, hanem saját nevéjogon lesz valaki? Hát arra nagyobb esély van, hogy valami új lesz, nem az, hogy egy új mi az, aki, és ez nem is baj, mert hogy volt ő, tehát van ő csinált egy életművet, és tehát nem kell ezt utánozni, jó, ha jön majd valami újabb dolog. Az biztos, hogy sok rendező vett át különböző stílusjegyeket, a cukik is dolgok, amikor tudnak mászkálni, vagy magát a rajzstílust is, ugye gondolhatunk, hogy a Miss Hokusaira, vagy a Méria varázsló. Méri és a varázsvirág. Az, igen, tanult kollega jól mondja. Szóval... Rajzstílusban biztos, hogy vissza fog köszönni a Ghibli, meg hát végül is még a stúdió él, csak kérdés tényleg, hogy mi az, aki helyét kivenni át, meg ki hogy. És új rendezők között majd, amikor Hosszodáról beszélünk, őt ide lehet kötni, mint új mi az, aki jelölt, de csak nagyon alternatívan, de erről majd még lesz szó. A másik meg, hogy érdekes, hogy mi az, aki fia, vajon fog-e még a stúdió berkein belül bármit letenni az asztalra, mert ugye tudjuk, hogy a viszony köztük, az apa-fia viszony az nem a legfelhőtlenebb, meg hát munkailag is sem lépett teljes mértékben apja a nyomdokaiba, inkább sorozatrendező, meg inkább a 3D-s technikát helyezte előtérbe az utóbbi időben. Itt mondjuk felmerült az a költői kérdés, hogy kell-e új zászlóshajó a Ghiblinek?
Tehát, hogy tényleg szükség van egy új Miyazakira, hiszen ahogy itt elhangzott, ugye volt ott több rendező is, aki átvette volna a helyét igazából. Valóban, de hogy Miyazaki stílusa az egyedi, és a technikája is az kezd már nagyon kikopni. Ugye rossz nyelvek szerint azért nem váltott át számítógépes grafikára, mert nem érti a technológiát. De nem úgy, mint a következő rendezőnk, Shinkai Makoto, aki az első Onát, az első originált Net Animation-t készítette, és ezzel gyakorlatilag egy elég komoly forradalmat indított el az animéken belül. A most következő rendező közül nekem személyesen ő a kedvencem, és én itt ebben komoly hátrányban vagyok, mert miért is nem jó Makoto? Bármelyik ötök kezdheti hol a gyalát. Hol kezdjük? Mondjátok. Én nem szeretem azt benne, hogy egyszerűen minden karakter ugyanolyan, jellemtelenek a karakterek, és ha láttál egyet, mindet láttad. Most a Suzume-t ezt külön venném, mert a Suzume az egy meglepetés volt Shinkai-tól, mert az jó volt. És igazából nem ezt vártuk. Tehát, hogy abban voltak olyan karakterek, akiket lehetett szeretni, meg hogy volt azért jelleme, mint például, hát nem emlékszem a nevére, de a piros kabrióval járó szőke. Egyetemista srácnak a képfőszereplő haverja. Igen, például egy nagyon üdítő karakter volt, de nekem az a problémám, hogy tehát elég megnézni a borítóképeket, hát ugyanolyan mindegyik. Jó, az egyik zöld, de a többi mind kék. Hát nézd meg, tök ugyanolyan. Most egy laikusnak odarakod, hát azt mondja mindre, hogy ez tök ugyanaz. És igazából tényleg tök ugyanaz. És nem tudnám elmondani egyiknek se a sztoriát, hogy mi volt benne, mert egyszerűen annyira nem marad meg, és annyira nem hagy nyomot az emberben, semmilyen szinten. Tény, hogy szép a látvány, csak nekem kevés a látvány. Tehát inkább legyen ronda, de tartalmas, mint szép és üres. Egyetértek veled teljes mértékben, hogy nagyon is a Shinkai egyik sikere az a látványon múlik. Tehát olyan gyönyörű animációs rajzolás, hát kevesen utánozzák. Tény, hogy nagyon szép filmek készülnek még ugyanilyen részletes hátterekkel, de nem ennyire csillogóan. Tehát olyan realisztikusan rajzolnak, meg dolgoznak át mindenféle városképet, például egy tokiói városképet, vagy egy tájképet, vagy az időjárásnak ugye az a egyik kedvence, hogy minél több felhős, esős, gyönyörű, napos, ilyen-olyan tájak, hogy egyszerűen full realisztikus is, meg van még így doppingolva egy ilyen szivárványos, élénkszínes és világos, vidám, ragyogó ilyen hatással, ami miatt idillisztikus lesz az egész, és ezt így imádod, gyönyörű, gyönyörű háttereket lehet kivágni belőle, nagyon szép. Igazából nehéz újdonságot hozzátennem, itt a lányok elmondtak. Nekem is ugye ez a meglátásom, hogy kapunk egy látványorgiát, tehát hogy ugye azt írtuk, igen, a Diáni szerepe, hogy inkább ugye tinik a célközönség. Na most nem akarom a mai tinédzser korosztályt lenézni, vagy degradálni, de azért a mai tiniknek szerintem könnyebb úgy eladni egy Shinkainak egy animét, hogy akkor kapunk egy látványorgiát, és de mellé van egy tök egyszerű sztori, vagy még sokszor az se, és akkor ez így könnyebben eladható. Most már megkérdezem a közönséget, Shinkai, szeretjük? De most őszintén... Látott egyáltalán valaki Shinkai animét? Védelmében. Igen, Shinkai anime. Jó, és akkor ez ebből ki szereti? A Suzuma nem ér, az kakuk tojás. Egyébként nem teljesen értek egyet, mert a Suzuma nekem hasonló volt, mint az előtti Humi is a címe, a Kimi no Na wa. A Kimi no Na wa nekem sokáig tetszett, csak nagyon túlhúzott filmnek gondolom, mert tetszett a testcsere, de a lány és a fiú cseréltek ugye egymásra, és próbálták kinyomozni, hogy hol él a másik, próbáltak találkozni. Egy nagyon szép és izgalmas íve volt annak a filmjének, abban volt valami plusz is. Ha meglépte volna, és nem túlozta volna el, hogy ezt az időutazós vonalat, és a romantika se csak az utolsó centiméterében, ahogy utaljunk korábbi műveire,
bontakozott volna, vagy utalt volna valami jóra, hogyha ennek akkor happy end, és így át megfordulnak, és látják egymást a lépcső tetejéről. Tehát, hogyha nem csak ott csúcsosodik ez ki, hanem egy sokkal beteljesülőbb romantikus filmet kapunk tőle, kevesebb drámával és időhúzással, akkor az egy élvezetesebb film lett volna. És a Suzume meg abban volt végül picit jobb szerintem is egy kicsit, hogy volt benne több ilyen izgalom meg humor. De romantika terén az is átment ebbe a lassú drámázásba, aminek a kicsúcsosodása az ilyen tessék, lássék, nincs. Csak szeretnénk, hogy lenne. De ebben legalább volt egy cuki cica. Oh. Meg egy cuki szék. Ja, igen. És egyébként még az, tehát hogy pont azt beszéltük, hogy ugye a Kotonoha no Niwa az ugye egy rövidebb mű, egy ilyen 40-50 perces, igen. És az egész élvezhető. És az a baj a többivel, hogy túl hosszú. Tehát, hogy ez már sok Shinkaiból, tehát ebből az, hogy nézzük a szép tájat, ez sok másfél-két órán át. Ha ilyen 40-50 perces műveket csinálna, akkor lehet, hogy mondjuk hozzánk is jobban elérne, vagy nekünk is jobban tetszene. Védd meg István egy kicsit. Én megvédem, szerintem ezt, ahogy már többen mondtátok, nagyon szépek a rajzai, és szerintem jó a történetvezetése is, és aki mondjuk még nem ismerte, vagy még nem látta, és szeretne megismerkedni Shinkai mesternek a legjobb művével, az 5 másodpercenként 5 cm-rel, azt mélyen tudom ajánlani, mert mindent, amit látunk, gyönyörű eszenciája a mesternek a munkájával, a gyönyörű grafika és a szerelmi történet ott, és szerintem rendkívül jól meg van oldva. A japán esztétika úgy tartja, hogy fájdalmasan gyönyörű a beteljesületlen szerelem megmutatása, és ebben Shinkai szerintem a egyik legjobb, de ez hogy képes mégis eladni a világnak, mert rengetegen nézik meg, a Mi a neved az hatalmas bevételi rekordokat döntött Kínában is, meg az USA-ban is, hogy mi az, hogy ilyen sokan mennek el rá mégis. És hogyha meg annyira egyszerű a sztoria, hogy szép látványvilágot adok rossz romantikával, vagy szomorú romantikával, akkor hogy nem másolják jobbra-balra. Szerintem Shinkai egy abszolút a realizmusra ment rá, tehát nem csak a látványával, nem csak a grafikájával, hanem maga a történet vezetésével is. Tehát az átlag néző szerintem szereti viszont látni azt a képernyőn, ami a való életre reflektál. Tehát, hogy szeretjük viszont látni ugyanazt, ami inkább a való életben történik. Mutatták be, és itt a Uránia moziban is személyesen tiszteletét tette a rendező, és kávé az volt az első önálló film. Egyébként a regény, amiből készült, az a Skifi, az magyarul is megjelent. Szóval, Hosoda? Szeretjük Hosodát? Mert látom, hogy Shinkait nem, akkor Hosodát. Jó, hát kb. Ugyanannyi kézlendült föl, mint Shinkainál, szóval senki. Vagy egy ember, igen, jó. Hát akkor ennyi. Itt hallottam ezen a térfélen pár igent, akik szeretik. Igen, láttam egy kezet, egy tök bátor kezet, ott. Ő. Senki más, szóval... Nem néznek Hosodát, szomorú. Nem néznek Hosodát. Hát mit rendezett ez az ember? Hát akkor ettől függetlenül ajánlanánk, hogy nézzetek Hosoda Mamoru filmeket, mert amiben hasonlít tényleg mi az, akira, hogy családi témában alkot, a család fontossága, meg a nagyon fontos, nagyon jól megjelenik a filmjeiben, meg amit még itt konzultáltunk is, még a Dián is szerepel, hogy a közösségeknek a fontossága, a közösségeknek a témája, most nem csak a családi közösség, hanem bármilyen közösség. Akár az online teres filmjeiben, mint a Digimon, a Summer Wars, a Bell, akár családi témáiban, mint a Okami, a Farkasgyerekek, Okami Kodomo, vagy a Mirai. Úgyhogy tényleg ezt fedi le az életműve, és érdemes megnézni őket annak ellenére, hogy tudjuk azt is bőven kritizálni, de élvezetes filmalkotások.
Szerintem Hosszodának picit ilyen hullámzó a teljesítménye. Tehát, hogy nálam a Wolf Children az, ami a best, tehát én azt imádom, de például a Mirai az nekem nagyon nem tetszett, a Bell az pedig közepes. Az nagyon jól indult, baromi jó volt, de a vége az nekem nagyon nem jött be. Tehát, hogy valahogy, mintha nem sikerült volna rendesen befejezni, és talán ezért nem lesz új mi az, aki, mert azért, tehát, hogy ő ilyen hullámzó, nem tudod, hogy ez most egy jó film lesz, vagy nem? Szerintem Hosszodánál az is baj, hogy amikor itt készültünk itt arra a kerekasztal beszélgetésre, azt olvastam, hogy nekem legalábbis az életrajzi alapján, hogy kicsit olyan összeférhetetlen figurának tűnik, mert ugye hát dolgozott a Toei-nél. Ugye Toei-től átment a Ghiblihez, ott a Ghibli-nél úgy volt, hogy ő rendezi meg a vándorlópalotát, aztán mi az, aki hát rossz nyelvek szerint megfúrta, aztán hogy tényleg megfúrta-e, vagy Hosszodának nem kellett túl sok nógatás, és magától lépett le, az egy nagyon másik kérdés. Mi az, aki szerint, meg Suzuki szerint, ugye Suzuki a Ghibli filme állandó producere, Hosszoda iszonyatosan lassan dolgozott. Hát, és már meg volt az ütemterv, hogy hol kellene tartani, és Hosszoda még mindig a palotának a dizájnján pöpöcselt. Hát jó, egyébként úgy volt, hogy 2003-ban jelenik meg a vándorló palota, és akkor végülis 2002-ben lépett le a rendező, és aztán utána ugye visszament a Toei-hez, de ott sem bírta sokáig, mert ugye 4 évvel később meg már azt mondta, hogy jó, akkor inkább szabadúszó leszek. És akkor ugye 2006-ban jött végül is az Idő fölött járó lány, ami ugye az első önálló filmje volt, és utána meg látjuk, hogy igazából, és akkor itt jön az, amit mondtál, hogy 3 évente jött neki ki a filmje. Tehát most ha szigorúan veszük az ütemtervet, ugye 21-ben jött ki a Bell, akkor idén kéne valaminek jönnie. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ebből mit lehet kihozni, viszont az pozitívum Hosszodánál, hogy a teljes, tehát az egész estés filmjei azok nem mondhatjuk, hogy egy kapta fára mennek. Tehát, hogy oké, hogy családi téma, de hogy mégsem mindig ugyanazt hozza, viszont az, hogy mindig megújulni, mindig mást, hogy bemutatni az adott témát, amiről ő mesélni szeretne, azért nehéz megoldani, nehéz mindig újat mutatni a nézők számára. De témáiban tényleg egész jól megy neki. Nekem is itt a Farkas gyerekek volt a csúcspont, azt nagyon sajnálom, hogy azóta akár a Mirainál, akár a Bellnél is azt éreztem, hogy tényleg feldob nagyon komoly témákat. Most a Bellnél különösen jó volt ez, hogy mondta, a gyerekeknek a rossz helyzete, nem is lehetne most aktuálisabb ez a téma, hogy milyen bántalmazó családban kerülnek a kisgyerekek, és hogy egy közösség szerepe hogy tud ezen segíteni, és hogy tudja abból a helyzetből ezeket a gyerekeket kimenteni. És nagyon rossz a filmben, hogy a végén ez túl egyszerűen oldja meg, súlytalanul, csak a főszereplő lánynak a gondjaira bízza, ezzel kicsit elmesésíti, elfantazisítja a Bellnek a végét, holott reálisabban a rendőrséget belevonva, sokkal komolyabb mondani valót adva, ez egy sokkal ütősebb film lehetett volna, mert addig egyébként a Bell egy nagyon jó, nagyon hatásvadász zenében, látványvilágban, online térben egyaránt egy nagyon húzó cím volt, ami így a film második felére így számomra lejtmenet. Még egy kicsit össze is csapták szerintem a végét, tehát az is probléma nála. És akkor itt volt arról, hogy Hosszoda lehetett volna esetleg az új Miyazaki. Hát ugye az egyik művét azért Oscarra is jelölték, tehát azért a Mirai ott volt a listában, csak hát aztán nem kapta meg. Valóban. Ugye Hosszoda ugye egy nagyon populáris dolgokról indult, ő van, One Piece rendezett, meg Digimont. Onnan van a kapcsolata az internet megismerésével, amihez mindig visszatér, ugye a Summer Wars, a nyári háborúban is evel foglalkozott, a Bellel is visszatért a internethez, és ugye volt ez a családciklusa, a Summer Wars, a Wolf's Children, a Fiú és a Szörnyeteg, és a Mirai no Mirai. Ez így volt egy ciklus, ezt lezárta, és jött ugye a Bell, és utána kellene jönni egy új filmnek, ami még nem érkezett meg
Hát lehet azért, mert ő nagyon sok energiát tett bele a belsikerébe, és nem kapta meg. Vagy valami nagyon nagyra készül. Ó, igen, nagyon igen. Igen, ezt beszéltük itt az előadás előtt, hogy mi lehet vele, hogy vajon-e majd bármi hír, hogy milyen filmen dolgozik, stb., illetve mikor várható az új movie, és tényleg az a tippünk, hogy vagy az, hogy akkor most így ez, mivel a Bell nem lett annyira sikeres, bár mármint, hogy a nézők szintén én meg nem díjazták úgy, mint ahogy mondjuk szerette volna, hogy most akkor emiatt így elvonult egy kicsit, vagy pont, hogy még nagyobb szabású filmre készül, ami hosszabb idő esetleg, és azért nincs még semmi infó róla. Hát, jó. És akkor lépjünk, hogyha azt tudjuk mondani, hogy Hosszad egy nagyon népszerű rendező, és benne ott van az, hogy egy nagyon hatásos mi az, aki utód lesz, vagy már, hát már az is valamilyen szinten. Hát a következő rendezőnk, Yuasa Masaki, hát mindent lehet rámondani, csupán az, hogy nagyon népszerű, vagy nagyon, hogy mondjam, közönségbarát, vagy nagyon sokan ismernék a nevét. Ismeri egyáltalán, most így megkérdezem, hogy a címek alapján ismerős a neve? És melyik látta a legutóbb az Inuo volt, azt látta valaki, vagy a Tatami Galaxit? Nem. Oké, jó, hagyjuk. Szóval, Yuasa, mi a véleményünk róla, mint legpopulárisabb underground rendezőről? Nekem vannak művei, amik nagyon tetszettek, és van, ami nagyon nem. Például az Inuo szerintem az nagyon jó volt, jók voltak benne a zenék. Ugye róla tudni kell, hogy neki ilyen elég egyedi rajzolása van, tehát hogy ugye még azt mondtuk, hogy a többi rendezőnél, hogy ugye szép, meg minden, na hát ő nála ronda. Tehát nála nagyon ronda fejek vannak, nagyon ronda képeket lehet találni, és ez ugye nem, nyilván nem mindenkinek tetszik, illetve a Tatami Galaxy az például pont egy eléggé ilyen, hát egy ilyen rétegműnek mondanám, tehát nem biztos, hogy mindenki azt be tudja fogadni, illetve a Devilman az nekem nagy kedvencem volt. Én az eredetit egyébként nem láttam, de ebbe a feldolgozásba nekem nagyon bejött. De az a vizes dolog, azt inkább felejtsük el. Megpróbálom kitakarni így itt a képből. Az nem létezik. Az ugye egyikünk számára se, vagy István, ugyanaz neked is tetszett, hogy te vagy megint az egyetlen közöttünk, aki élvezte az Anilóg filmfesztiválon ezt a kímit. A hangoló Ride Your Wave egyébként. Annélkül, hogy elszpoilerezném a történetet, igen, szerintem egy tök jó történet, vagy mondjam, fordulat van benne, és ez egy nagyon ritkán bemutatott esemény a animékben. És hát igen. Igazából ez a Kimito azért... Dobjatok meg kővel, na hát én romantikus lelkülvető vagyok. Nagyon romantikus lelkű István, és tudni kell a Kimito blablabláról, hogy nagyon-nagyon nyálas, iszonyatosan gicses. Tehát nagyon jól indul, az egy szép love story-val indul, egy szörfös lány, egy tűzoltó fiú, tök jó koncepció, tökre egyedi, a látvány gyönyörű, persze azért művészieskedősen egyedi, ahogy Yuasától megszoktuk, nem feltétlenül a rondább kategóriában, de valóban van az a stílusa is, ami nem mindenkinek tetszik, de ugyanakkor meg hatásos. Szóval a Kimito egy tök jól indult film, ami utána átmegy egy gyászos témába, ultra gicsesen előadva, agyon ismételve egy nagyon nyálas számot. És hát mi itt hárman, meg még jó pár barátunk teljesen kiborultunk a moziban, hogy ezt tényleg is végigviseljük. Én kérek elnézést most komolyan. István szereti, de... Beszélgető társai. Még. Neki is vannak még vele egyetértő társai. Nem tudom, itt kidézte még ezt a filmet. Viszont ezzelhez képest az Inuóra már úgy ültünk be, hogy úristen, meg én vajon mi lesz, mert a hullámzó a rendező stílusa, ahogy elhangzott, és féltünk, de az Inuó az zseniális munka, a zeneileg mindenképp, jó, azt szereti a filmjeibe a zenei vonalat nagyon erősen belevinni musicales szinteken,
És tényleg azon kívül, hogy Queenre hajazó zene volt, nagyon jó profi előadóval dolgozott, és hogy picit egy ponton túlhúzta ugyanezt is, de élvezetes volt végig a sztori is. Abszolút, szóval Juhasszának szerintem az az egyik legnagyobb érdeme, hogy míg az előző rendezők azok karrierjük egy során után már nem rendeznek sorozatokat, már nem foglalkoznak a mindennapos animekészítés problémáival, most így mondom. Juhasza az megmarad a sorozat rendezőnek is, többször rendez szériákat, és ezáltal van benne egy másfajta látásmód, nem csak nagy mozi filmekben tud gondolkodni, és ez szerintem ez előnyére válik. És ott is próbál össze-vissza rendezni, szóval a rendezető már Doraemon sorozatból, meg a Michiko and Hachin című sorozatból is rendezett részt, szóval ő tényleg így egész anime palettát bejátsza. Én nem tudom, mondtad azt, hogy rossz zene, meg jó zene, most ő egy, akkor egy borzalmas rendező, aki katasztrofális zenéket válogat össze, vagy egy óriási rendező, aki tök jó zenéket pakol egybe, és rendez. Legtöbbször inkább az utóbbi, mondhatjuk, hogy az utóbbi, aki klassz rendező, klassz zenékkel, klassz filmekkel, és de van, amikor nem működik, vagy nem a nagy közönségnek. És, de annak ellenére tényleg ilyen underground stílusa van, annak ellenére sokan szeretik, és tényleg nagyon színes a palettája. Igen, szerintem ennél a szerelmi szár nagyon túlment, és ez a zenékben is érződött, hogy egyszerűen ugye ebben a szörfösben, hogy lehet, hogy azért kaptunk már hülyét ettől a zenétől, mert hogy ő már annyira nyomatni akarta belénk ezt a gicses, romantikus dolgot, hogy lehet, hogy azért sikerült itt úgymond rosszabbul ez a zene, tehát hogy ugye annyira nem tetszett nekünk. De ugye az Inoue-ban ott például nagyon, nagyon jó számokat hallhattunk. Egyébként nem minden művében kifejezetten csak a zene az, ami kiemelkedő. Amikor az Inoue-t azt én is kiemelni, mert ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem is. Van egy pici történelmi szál is, ami hát félig hiteles, félig nem, de az alapja ott se feltétlenül rossz. Ami még eszembe jutott, és nem írtuk fel itt a díjasorra, az a volt egy tehát minden évben szokott lenni online japán filmfesztivál, ilyen kifejezetten az underground szerzőknek, és ott például levetítették a Kick Heart című alig fél órás animációs filmjét, és az egy ilyen nagyon színes, szagos cucc, tehát én, mintha valami rossz trippet néznénk, mert annyiféle szín jelenik meg benne, hogy a szivárvány az elbújhat mögötte. Egyébként egy pankrátorról szól, egy pankrátor szerelmes lesz, és ez a pankrátornak a szerelmi életét dolgozza fel fél órában. És ahhoz képest, hogy mennyire elvont, meg grafikailag egy ilyen elég furcsa, szó szerint hullámzó grafikát hoz a mű, ahhoz képest szerintem annyira nem szörnyű. Viszont mondjuk a... Annyira nem szörnyű. Annyira nem szörnyű egyébként. Tehát, ahogy itt elhangzott egyébként, hogy az egész munkásság a szerzőnek egy ilyen színuszgörbét hoz, hogy vannak nagyon jó művei, mint mondjuk az Inoue, és van az alja, mint ez a csodálatos Ride Your Wave, ami hát tudjuk, hogy te szereted István, de mi nagyon nem. Summa summarum, egyrészt nézzétek meg a Inoue-t, kettő, Juhasszának, tehát egy eléggé hullámzó, igen, mondjad? Mond, fejezd be a gondolatot. Juhasszának egészen hullámzó teljesítménye van, szemben a következő rendezővel. Csak igen, itt akarok egy kicsit még bestoppolódni, mert az előző dia végén szerepelt az anilóg vetítések, és ennek egy kis reklámot ne felejtsünk el csinálni. Azért tettük be ezt ide a legvégére, még csak így kicsit beoleolvadt a többi infóba, mert az előző alkotók, akikről eddig beszéltünk, azoknak a filmjei az Anilog filmfesztiválokon állandóan megjelennek, és szinte kivétel nélkül mi is mindegyiket ott néztük meg legelőször, és örültünk nekik, hogy elhozták ezt ide. Ezt nagyon érdemes figyelni, minden év november végén van a filmfesztivál. Hát sajnos most helyileg azt hiszem, hogy többnyire csak Budapesten volt már, hogy máshol is volt,
De érdemes tényleg ezért moziba jönni, hogy a rendezőknek ilyen frissen megcsodálhatjuk ezeket a műveit, és még számítunk is a jövőben rájuk. Anilóra szokott valaki járni? Anilók filmfesztiválra esetleg? Nem, jó, oké. Akkor remélem, hogy most reklámot csináltunk neki. Pedig tavaly egyébként jól jártunk, mert tavaly 4 animét is hoztak. Mondjuk abból véleményem szerint 2 volt jó, 2 nem. Tehát ez a ilyen vegyes a felhozata. Nyilván mindenkinek a saját ízlése döntse el, hogy mire ül be és mire nem. De most már Isten bizony tovább lépünk Koncatosira. Ugye ő nagyon kvázi fiatalon halt meg, és ettől függetlenül egy tökéletes életművet hagyott hátra. Az összes filmjét szinte legmagasabban lehet értékelni, és ugye összesen 4 vagy 5 filmet rendezett, és majd mindegyiket bemutatták itthon, tévében is adták. DVD-n is megjelent. DVD, meg VHS-en, szóval minden platformon is. Csak úgy kérdezem, Szatosi Konnal, milyen szeretjük? És ki hallotta a nevét? Most már ott kezdem azt a sztorit. Egy kicsit több jelentkező van. Igen. Jó, már boldogabb vagyok. Fiatal korosztály is nem látta. Szerintem 2010-ben halt meg. Szóval miért ő rendezte meg a legtökéletesebb krimit, japán krimit? Én a legtökéletesebbet azért túlzásnak tartom, de azzal egyetértek, hogy anime film kategóriában tényleg ő számomra is kiemelkedő, és nagyon-nagyon kár, hogy ilyen hamar távozott, mert szívesen néztem volna még, hogy hova fejlődik még tovább az ő életműve, de egyetértek abban, hogy a Perfect Blue az számomra is a legkedvencebb alkotás az ő filmjei közül, mert annyira jó, ahogy összemosta tényleg a valóságot, a képzeletet a filmjeiben, de abban különösen tetszett, hogy ugye az idol lány, aki színészi karrierbe kezd, és egy ilyen internetes zaklató által, hogy válik egyre jobban depressziósra, lelki problémákkal gyötört nővé, és emiatt hogy mosódik vizuálisan össze a valóság az ő képzeteivel, meg az zaklatónak a megmozdulásaival, és ha nem tudjuk, hogy a filmforgatás jeleneteit látjuk-e, akkor az ő lány gondolatait látjuk-e, vagy tényleg azt, ami valóban megtörtént vele. Tehát ez egy nagyon erős, érdekes film, és a többiben is játszódik ezekkel a lelki problémákkal és témákkal. Valóban is ugye a Perfect-ban az az egyik érdekes, hogy internet ez a Klostó, mondtál, és ugye ez a film 97-ben játszódik, szóval akkor még nagyon gyerekcipőben volt az internet, de már Szatosi már akkor meglátta a benne rejtő veszélyeket. Van egy másik film, a Tókiói keresztapák, amit itthon is adtak a tévében. Ez egy tökéletes karácsonyi film, lehet így mondani. A Millennium Actress az szerintem minden idők legjobb anime filmje, és ez pont. Na, cáfoljál meg! Nem akarlak, mert nem láttam. Na jó, így csak könyv. A Perfect Blue-t láttam tőle, meg a Paprikát, de nekem is a Katihoz hasonlóan a Perfect Blue a kedvenc műem tőle, úgyhogy... De nyilván úgy nehéz nyilatkozni, hogy az 5-ből csak sajnos csak 2-t láttam, de a Perfect Blue tényleg zseniális alkotás. Gyors kérdés, ki látta DiCaprio-tól a... Mi a címe? Eredet. Igen. Azt hittem, na jó, oké. Szóval ugye azt még a Paprika inspirálta. Van még más is, amit inspirált Szatosi. De jó, de a Paprika az komolyan belejátszott, mert ugye az álom valóság határán mesdjén van, és szerintem a minden idők egyik legjobb openingével rendelkezik a Paprika. De például a Black Swan-t, tehát a Darren Aronofsky filmnet, az meg a Perfect Blue inspirálta, szóval igazából az amerikai rendezők is tudtak hova fejlődni tőle, hogy Guillermo del Toro is kapott inspirációt.
Annál még kimondhatjuk, hogy amiatt lett kultfilm szinte mindegyik műve, hogy a látványvilága, a rajzolás, az a dárkosabb seinen stílus, ami a 90-es évekre nagyon jellemző volt, ugye kézzel rajzolás, ez mindegyikben magas színvonalon visszaköszön, részletes, szép az animáció. Tehát aki jár egyszer megszerette ezt a stílust, meg tényleg élvezte ugye az első filmjeit, az akaratlan is kíváncsi rá, hogy na akkor mit tett még le a mester az asztalra, mit hozott még, milyen a további munkája, életműve. Tehát, hogy így, aki szereti kifejezetten az ilyen stílusú animéket, annak érdemes megnézni mindegyik darabot az ő életművéből. És érdekes, hogy egy sorozatot is rendezett, itt van ez a Paranoia Agentnek a borítója, és sok híres sorozatrendező van még, akikről most nyilván nem beszélünk, az egy külön műsor lehetne, de tök jó, hogy úgymond ebbe a rövid pályafutásába belefért még ez is. Abszolút, szóval tökéletesség. És a végére jutott két hölgy rendező, Yamada Naoki és Okada Mari, és engem leginkább az érdekelne, hogy vannak híres női mangakák, mint Ikeda Ryoko, ugye, aki a Versailles Nobarát írta, vagy Arakawa Hirumo, ugye ő a Full Metal Alchemist-et adta nekünk. De mi a helyzet a női rendezőknél, és egyébként is miért jut két rendező egy diára? Igen, ezen nevettünk itt, mielőtt összeállítottuk itt a diasort, meg mielőtt jöttünk az előadásra, hogy ez remekül reprezentálja, hogy csak két hölgy egy diát kapott, és nem külön-külön diákat, mint előzőleg a férfiak, remekül reprezentálja, hogy egyrészt kevesen vannak, kevesen sikeresek, még nincs annyi életművük, illetve nem is veszi őket még annyira komolyan sem a feltétlen a fandom, sem az animeipar, mint férfi társaikat, akik már tapasztaltabbak, régebb óta benne vannak ebben. És hát ezzel végül is sajnos, vagy nem sajnos, de mi is pont ezt szemléltettük, hogy a hölgyek így egy diára fértek, úgymond rá, és nem láttuk szükségét, hogy külön szedjük, külön szeparáljuk, holott igazad van abban, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó női alkotó van, akár a mangás, akár az animés iparban, tehát mangakák tényleg rengeteg, anime iparban pedig egyre több a hölgy animátor, aki sikeres, meg a sorozatrendező is, például most itt hoztunk két hölgyet, akiket kifejezetten a filmes téma miatt emeltünk ki, a filmrendezéseik miatt, de hát nem kéne megfeledkeznünk a sorozatrendezőkről sem, mint például a Yamamoto Sayo-ról, aki ugye a Yuri on Ice rendezte, vagy Michiko Hotachint, akkor egy Lupin sorozatot, és meg több más animén is dolgozott, ugye Watanabe Shinichiroval együtt, vagy aki a Freet rendezte, meg a Banana Fish-t, Utsumi Hiroko, azt hiszem a neve, hogyha nem rontom el, tehát ők is híres anime rendezők, viszont ez a két hölgy kiemelkedik a filmjeikkel, még ha csak kevés is. Igen, és a Koano Katachie az számomra nagyon is kiemelkedett. Ugye ez a film a Shinkai Kimi no Nawaiával együtt jött ki egy szezonban, és nekem nagyon fáj a pont egyébként, hogy a Kimi no Nawaiért van oda mindenki, és ekkor annyi visszhangot kapott, miközben ez a film, ez egy értékes film. Tehát egy olyan mondani valója van, egy komoly mondani valója van, amit szerintem érdemes megnézni, aki nyitott erre, ugye hát ez egy dráma végül is, de számomra sokkal többet adott ez a film, mint Shinkai összes filmje együtt. De jó, hagyjuk. Az a lényeg, hogy ugye egy szezonban jöttek ki, és sajnos Shinkai elnyomta ezt a filmet, miközben ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna. Nem értek egyet azzal, hogy Shinkai rendezett volna jobb filmet. Ez a film egyébként csak annyit, hogy egy siketnéma lányról szól, meg egy fiúról, aki először zaklatta, úgymond, vagyis hát bántotta, amikor gyerekek voltak, és ugyanakkor utána a fiú kapott egy hatalmas nagy ilyen társadalmi vagy közösségi kirekesztést, és ennek a kirekesztettségnek az érzése, meg ugyanígy egy tínédzsereknek a lelki problémájának a feldolgozása és depressziója az, ami a központi témája ennek a mangának, meg ennek a filmnek, és tényleg hatásos volt. Ami a női rendezőkön így nagyon meglátszik, hogy érzelmileg, karakterkapcsolatilag mondhatjuk, vagy számomra legalábbis biztosan olyan
realisztikusabb, életszerűbb, olyan, hogy ilyenek a karaktereik, nem annyira sémák, mint mondjuk a Shinkai esetében. És hogyha valami újat szeretnénk nézni, és itt már rendezőnöknél vagyunk, akkor Okada Marinak ott van, januárban jött ki Netflixre a Maboroshi, azért ezt talán még említsük meg. És hogyha az egyik rendezőnél azt mondtuk, hogy nála a romantika ábrázolás pont mi az, akinál hogy kevésbé jó, akkor itt azért a Maboroshinál szerintem a romantika ábrázolás sokkal jobban működik, sokkal nem lesz ez se feltétlenül teljesen happy end, de azért a maga az érzelem ábrázolás szerintem sokkal jobb. Most mondhatnánk kicsit szexista módon, hogy igen, mert nő rendezte, és azért egy empatikusabb női rendező talán jobban tud érzelmeket meg romantikát ábrázolni, de akkor mondhatnánk, hogy ez nagyon, nagyon rossz hozzáállás. Nekem egyébként az a véleményem, hogy azért van kevesebb jó női rendező, vagy kevesebb női rendező általában, mert azért a japán társadalomban a hagyományos szerepek miatt még mindig a nők azok valahol ott a náci Németországban azt mondták, hogy 3K, tehát az a Kinder, Kirche, Küche 3-asban, tehát az a gyerek templom és a konyha hármasságában megragadt, és azért belegondolunk, hogy a japán nők a munkahelyüket is sokszor ott hagyják, miután megszülik az első gyermeket, vagy akár férhez mennek, és azért az szerintem ebben az iparban is lecsapódik. Sajnos igen, kevés női rendező vagy anime alkotó tud így érvényesülni, meg gondolom kevesen is kapnak jó lehetőséget az adott stúdiókba, vagy nincs elég bátorságuk, tapasztalatuk hozzá, vagy mert nem karolják fel őket. Most például a Yamada Naoko nagyon szerencsés helyzetben is van, vagy hát nem tudom, hogy szerencsés, vagy teljesen önerő és siker az, hogy a Kyoto Animation-től utána átment az a Science Saru-hoz, ami a Yosemite-nak a saját stúdiója, és most vele közösen alkot. Ami különösen tetszett nekem, hogy a Heike Monogatari az egy sorozat példa itt nála, de az, és Yosemite-nak az Inuo filmje egy ilyen masszív, kapcsolódós egyveleg, hogyha a Heikéknek a sztoriát, a Tairáknak a sztoriát vesszük, és az Inuo végül is nem hivatalosan, de egyfajta folytatást ad ehhez a sorozathoz, olyan annyira jól működik együtt, jól tudtak úgy együtt rendezni, hogy hivatalosan nem kapcsolódik a két munka, de mégis a stúdió letett egy ilyen kis folytatásos animét az asztalra. Ez nagyon tetszett bennük. Illetve még a Okada Marinál, amit mondott Gergő, hogy a romantika itt a Maboroshinál milyen jól megjelent, azon nevettünk, hogy amikor olvastuk a véleményeket, megjelent egy olyan komment, hogy ha Okada Mari ott vakarta meg, vagy ez a film ott vakarta meg, ahol a Shinkainak viszket, tehát hogy egy, úgymond egy ilyen űrt töltött be ezzel, hogy itt a romantika végre határozottság, egy nagyon jó csók jelenetben mondjuk kicsúcsosodik, és nem is a film végén, hanem ugye a kétharmadánál. Tehát, hogy meglép olyan dolgokat, amikben mondjuk más rendezők csak totyognak, vagy másképp, más súlypontok szerint tálalnak. Reméljük, hogy kedvet hoztunk pár darab film megnézéséhez, és aki mozifilmeket szeretne nézni moziban, azoknak tudunk ajánlani két darab közelgő Magyarországon is bemutatott anime premiért, ugye a Kimetsu no Yaiba, illetve a Spy X Family-ben is a hazai mozikba kerül, és figyeljétek kérlek szépen az Anilogot, hogy ott milyen anime mozikat. Minden novemberben Anilog, érdemes. November végén, december elején. Szóval sziasztok! Köszönjük! Sziasztok!